MTA-nak közvetítenie kell a tudományos kutatások eredményeit. Különösen fontos ez olyan, a szószoros értelmében életbe vágó témákban, mint a fenntarthatóság. Nézünk, de nem látunk. És egyszer nem veszük észre, hogy ennek a bonyolult rendszernek, az ökoszisztémának, a bioszférának mi is elválaszthatatlan részei vagyunk. A fajok, a biológiai sokféleség vészesen csökken. Változás olyan léptékű egyensúlytalanságokat okoz, hogy óhatatlanul megjelennek olyan szélsőségek, amelyek nagyrészt az adaptációt, tehát nagyrészt az alkalmazkodó képességünket teszik próbára. Tehát az emberiség eljutott abba a korszakába, hogy tulajdonképpen képes egy új földtörténeti kort indítani. 1800-as években 500 gigazsúl volt, amennyit egy ember átlagosan felhasznált, több mint 600-szorosára nőtt egy embernek az energia felhasználása. Valamit meg kell javítani legnagyobb mértékben, az az emberi gondolkodás, hogy a növekedés az csak akkor lehetséges, hogyha egy rendszernek nincsenek korlátai. És ez a Földre nem igaz, különösen nem az anyag oldaláról. Az anyag az 4,5 milliárd éve változatlan mennyiségben van a Földön. Mennyi időnk van? Van bármilyen kalkuláció? Túlságosan sok időnk nincs, néhány évtizedes skáláról lehet beszélni. Talán az kell, hogy átalakuljanak a fogyasztási szokásaink, átalakuljon a rendszer, mi magunk is megváltozzunk, és élvezzük mindazt, amit a természet önmagától is tud adni, tehát a természet működésének a gyümölcseit élvezzük, ne akarjuk uralkodni és gépekkel meg vegyszerekkel felülírni azt, ami magától is esetleg jól működik.